kerti szegély építése, mostában egyre több helyen látom, hogy ilyen kerti szegély, ez a klasszikus kerti szegély, ez 20 centi meg 25 centi magas, és általában 100 centi hosszú egy ilyen kerti szegély. Nagyon érdekes, kigondoltam, hogy 2017 őszén nagyon sok kertépítőtől hallom, hogy anyaghiány van, hogy nem lehet venni téglakövet, meg szegélykövet, meg mit tudom én milyen térköveket, és hogy igazából ez meg általában mindig kapható, hogy én azért szeretem általában ugye a vízszintes szegélyeket, egyébként ebből is itt pont vízszintes szegély lesz itt ebben a kertben, mert akkor ugye a szélére rá lehet tenni majd a fűnyírót. Na de most itt ebben az a lényeg, hogyha végignézzek itt ezeken a képeken, akkor itt ugye azt lehet látni, hogy hát ez egy kertépítés, így indul a kertépítés, és hogy ugye igazából ez egy ilyen nagyon-nagyon, hát hogy fogalmazzak, egy ilyen kiábrándító dolog, amikor az ember elkezd kertet építeni, és ugye ez nem úgy kezdődik, hogy akkor elmegyek egy kertészetbe, vagy felmegyek a neten kertészetek oldalára, és akkor ott akkor növényeket válogatok. Mert először ugye a kertnek az alapját, a könnyű kertfenntartás alapját, a kerti szegélyt kell megtervezni, megalkotni. Hát itt történetesen egy ilyen kiülő, lesz egy 25 négyzetméteres kiülő, egy gyepfelület, illetve körbe ágyások lesznek kialakítva, illetve a kiülő köré itt még ugye plusz egy ilyen ágyás lesz kialakítva, és ugye a lényeg az, hogy ugye itt is ugye úgy lehet majd nyírni a füvet, hogy itt ugye idáig fel lesz töltve, 1 centi ki lesz hagyva, rájön ugye a vakontháló és a gyepszőnyeg, úgyhogy tulajdonképpen a gyepfelület az ezzel lesz így itt egy szintbe. És hát ezeket a szegélyköveket hogy kell letenni? Az illesztéseknél kell lebetonozni gyakorlatilag, és akkor lényegében így ugye nagyon szépen erősen tudnak állni ezek a szegélyek. Most itt ugye a sarkokat ugye érdemes kihagyni, mert ugye ide jönnek be ugye a szórófejek majd később. Szóval ezek a kerti szegélyek kezdetben ugye ez egy nagyon csúnya ilyen keretet ad a kertnek, de amikor be vannak ültetve növényel, meg ugye körbe megvannak ugye megvan a gyepszőnyegezés, be vannak tehát van növények, akkor lényegében ezek a kerti szegélyek, ezek majdhogy nem láthatatlanok. Egyik oldalról így a gyepfelület, másik oldalon ugye itt lesznek a növények, tulajdonképpen ez majd el fog tűnni. Mégis utána ez a befektetés, meg ez a munka, ez hosszú-hosszú évekre, évtizedekre megkönnyíti majd a dolgunkat, hiszen a fűnyírónak a szélső kerekét, az pontosan rá lehet majd tenni erre, és szegélynyírás nélkül lehet nagyon szépen majd nyírni a füvet. Szóval minden kertépítés a szegélyépítéssel, a vízszintes szegélyépítéssel kezdődik. Ezeket a kerti szegélyeket, ezeket pedig mostanában egyre több kertben láttam, hogy használják, és hát egyébként nagyon jól lehet használni, és egy egész jó ár-értékarányba ki lehet így aztán hozni egy kerti szegélyt.